Burai Csavával beszélgetek, aki a verseny kezdetén gyorsan fogott két csukát. Meséljön nekem erről valamit bővebben. Igazából nem akartam messzire elmenni, mindjárt a másik dobása volt egy kapásom, fél úton az lemaradt, aztán kicsit elszorodva a tömegtől hátra mentem, ott is hamarosan gyakorlatilag az első pár dobásokra egy-egy helyen jelenkezett a kapás, és így sikerült fognom kettő darab csukát. A méretek erről mondasz, mert ha két darab, akkor azt szerintem most az első helyen vagy. Hát 28 centi és 35,5 centi, úgyhogy a méretem van még mit javítani, de bízunk benne, hogy a darabszám majd pótolni fogja ezt, és sikeresen fog szerepelni. Az előzetes beszélgetés során említetted, hogy részt vettél a Barcel Pergető Kupa válogatóján. A pergetés a kedvenc horgászatod? Igen, ki lehet jelenteni, hogy az az első helyen. És utána mi következik? Finom szerelékes meccs és féderbotozás, de inkább a meccs. És most készültél-e valami titkos csalival, amivel ezt a két csukát sikerült horogra csalni? Hát az a helyzet, hogy szokás szerint elhoztam egy kazalnyi műcsalit, aminek megvan a pár kedvenc, aztán azokat alkalmazom most is, és ezek váltak be. Látom, váltogatod a botokat is. Melyik a kedvenc, ami most éppen a kezedben van? Bizonyos körülmények között ez az egyik kedvencem, most leginkább itt a helyszűke miatt, hogy kicsi bottal könnyebb dobálni, azért használom ezt. Egyébként ezt inkább twisterezéshez szoktam használni, kemény kis feszes pálca, és nagyon jól lehet vele mozgatni a csalit. Egyébként 270-es más jellegű kicsit lágyabb botokkal szoktam inkább pergetni csukára. Itt vagyunk a Szentelnapusztai horgásztavon, nem tudom mennyire ismered. Az első kupa, amikor volt itt 2008-ban, akkor jöttem ide első egyre egy meghívásos alapon, egyik barátom szólt, hogy jöjjünk már el, akkor negyedik helyezés sikerült elérnem. Igazából akkor egy remek benyomást kaptam, mert jó csukállományon rendelkezik, bár akkor is elég sok kicsit fogtunk. Hallomásból tudom, hogy elég jól szoktak rajta fogni csukát, főleg, de pontyot és amót is. Sajnos ritkáljuk erre, inkább más irányokba szoktam menni pecázni, mert jobban kedvelem a folyóvízi horgászatot. Mennyire vagy megelégedve a versenynek szervezésével? Voltam már ettől komolyabb szintű versenyen is, ahol a szervezés nem volt ennyire jó, úgyhogy azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy viszonylag egy kevésbé ismert, illetve kisebb verseny, ez a színvonal szerintem hibátlan, és remek az illat, amit elnénk a levegőben. Úgy köszönnék el tőled, ahogy a horgászok szoktak, hajoljon a bot vége. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Elmondja, hogy is sikerült ez a verseny. Az az igazság, hogy nem egy halas pálya volt ez a mai. Küzdködni kellett az eredményekért, de részben a tudás az itt is felütötte fejét, mert azért a helyezetteknél számottevő különbség van a fogási eredményben. Először is az ötödik helyezettel kezdeni. 78 cm, Szabó Mihály. Gratulálok! Köszönöm! Negyedik helyezett, 96,5 centivel, Burai Csaba. Hajrá, magyarulnám! Gratulálok, Csaba! Köszönöm szépen! A harmadik helyezett 108 cm-rel, Daku Dániel. Második helyezett 141,5 cm-vel, Csávász Zoltán. Az első helyezettnek gratulálunk, eléggé szép eredményt ért el a mai napon.
Nagy Attila 333,5 cm-rel. És meg 333,5. Ide, figyelj! Attila, eres majd! Végül eres! Mikora? És a legnagyobb hal a mai napon egy 44 centis csuka volt, Valke Károly. Köszönjük szépen, hogy részt vettetek, reméljük jövőre találkozunk, és most folytassuk evéssel. Igen, akkor nem, hogy igen. Szóval a kapitális pergető verseny első helyzetjével beszélek, Nagy Attilával. Először is gratulálok az elért eredményedért. Kérdésem a következő, hogy mennyire ismered ezt a vizet? Az elmúlt két hétben 3 tesztorgászatot csináltunk a cimborákkal, és akkor próbáltuk meg kitapasztalni, hogy melyik azok a csalik, amik működnek. Próbáltuk változó időjárás körülmények között, és abból szűrtük le a tanulságot, amire számítottunk, hogy talán a verseny is fogós lesz. 10 darab halat fogtál a verseny folyamán. Én már a verseny közben kérdezgettem tőled, de ha megismételnéd, hogy mi volt az a legfogósabb, legeredményesebb csali, amit használtál? Csalit, tehát fogós csalit nem igazán márkát mondanék, hanem inkább alakot és szint. Elsősorban a kicsi és szeruza méret, tehát egy egész keskeny, és a természetű színezet, ami fogósnak bizonyult. Figyeltem a horgászatod során, hogy igen-igen érdekes és eredményes módszert alkalmazol a bot, illetve a csali vezetése során. Ez hogy alakult ki? Ezt még azt sem mondhatom, hogy a hosszú évek tapasztalata, mert egy pár éve pergetgetek. Ezt inkább úgy azt mondom, hogy a minden egyes horgásznap, minden egyes megfogott hal leszűrt tanúságaiból az ember a fejben összerakja azokat a vezetési technikákat, amit eredményesnek tart, eredményesnek gondol. Vettél-e már részt valami más pergető versenyen? Nem igazán vagyok versenyszellemű, de mivel hogy elég jól ment a tesztek során is a fogás, így a barátoknak az összönzésére gondoltam úgy, hogy megmérettetem magam. Mi volt a legnagyobb hal, amit pergetéssel fogtál? Egy 12 kilós csuka. Ó, ahhoz is gratulálok, ez nagyon szép lehet. Ha már itt tartunk, akkor gondolom, hogy a horgász mozzarit közül a pergetés a legkedvesebb. Ezt mióta űzöd ezt a sportot? Kimondottan aktívan, szinte azt lehet mondani, hogy amióta csak pergetéssel foglalkozom, az hát a negyedik pergető szezon, tehát 4 év. A verseny ugye lezárult. Még egyszer gratulálunk az eredményedért. Hogy vagy megelégedve a verseny szervezése, magával a versennyel? A verseny szervezése tökéletes, a hangulat baráti, mindenkinek volt a másikhoz egy jó szava, egy kérdése. Természetesen a győztesek mindig meg vannak elégedve a fogással is. Nagyon nehéz versenynek tartom, mivel az időjárás nem igazán kedvezett a csukafogásra. Nagyon ügyesnek is, nagyon logikusnak, nagyon gondolkodni kellett, hogy az ember hol tudja megtalálni a csukát és milyen módszerrel tudja megfogni. Úgy néz ki, hogy ez a kapitális egy versenysorozattá fog kifejlődni. Részt fogsz venni a következő versenyen? Mindenféleképpen szeretném, mint ahogy mondtam is, a szervezés miatt, illetve a hangulat miatt, mivel először találkozunk, de mégis olyan, mintha régóta ismernénk egymást. Baráti a gesztus, baráti a találkozás, a beszélgetések. Ez nagyon szimpatikus. Köszönöm a beszélgetést, még egyszer gratulálok és jó étvágyat kívánok neki. Köszönöm szépen. Véget
illetve a kapitális pergető verseny, Pataki Zsolttal és Balla Mihállyal beszélgetek. A verseny végeztével hogy vagytok megelégedve a verseny kimenetelével? Először Zsoltot kérdezem. Hát én egy kicsit szomorú vagyok az időjárás miatti gyenge teljesítmények miatt, tehát igazából elég sok ember nem fogott halat. Szerintem többet kellett volna adni ennek a tónak. A méretekkel mennyire vagy megelégedve? Nem láttam olyan kiemelkedő méretet. Nem, abszolút nem. Ez az átlagos, ez a Szent Anna méret, ez a 80 deka. Ez az, ami számottevő volt most is. Az előzetes beszélgetések, a verseny kapcsán mondták itt a versenyzők, illetve a ide látogatók, hogy láttak, illetve fogtak elni nagyobb csukákat is. Fogtak, de sajnos azt kell mondjam, hogy talán elég ritka, tehát elég ritka, elég nehéz őket megfogni. Valószínű azért sok embertől, hozzáért emberektől is kérdeztem, beszélgettünk velük, és azt mondják, hogy a túl nagy sűrűség. Tehát rengeteg csuka van benne, rengeteg az ivadék, és így a nagyok már nem jutnak hozzá igazából. Vagy megelégedve, mint tógazda, és mint halak tulajdonosa, a versenyzők hogy bántak a halakkal? Elég kíméletesek voltak, hogy van-e valami kifogás? Semmi. Szerintem korrektül viselkedett mindenki. Nem volt semmilyen probléma. Még egy utolsó kérdés, hogy vagy megelégedve a versenye magával, a szervezéssel és a lebonyolítással? Szerintem nagyon korrekt volt. Köszönöm ezt Balla Mihálynak. Igen, akkor kérdezem egyből Miskát, Balla Mihályt, aki szervezte és fő szponzora volt ennek a versenynek. Hogy vagy megelégedve? Hát, mint már az előzőekben is mondtam, ugye a versenyen mindig beigazolódik az, hogy a hal nem eszik. Sajnos ez most is így van. Érdekes, hogy novemberben 20 fok van. Ugye egy hónappal ezelőtt kezdtem el szervezni a versenyt, és én akkor ilyen 7 fok körüli hőmérsékletbe gondoltam, hogy most is olyasmi lesz, hát ez nem igazolódott be. Mikor lesz a következő verseny, mert a versenyzők itt már mondták, hogy részt kívánnak venni a következő kapitális pergető versenyen? A következő kapitális pergető verseny az majd 2011-ben lesz. A pontos időpontot természetesen még nem tudom, de tervbe van véve nem egy pergető verseny, hanem télen, amikor már léghorgászat van, talán az első léghorgászat itt Szent Anna pusztán, az lenne a következő versenyünk. Ezt gondolom meg lesz hirdetve ugyanúgy a weboldalon, meg több helyen is. Hát nagyon kíváncsian várjuk. Mikorra tervezed? Azt pontosan nem lehet tudni, ugye szeszélyes az időjárás, és ezáltal ugye el kell, hogy bírja az embereket a jég. Tehát a jég vastagságtól függ. Köszönöm, én gratulálok a verseny lebonyolításáért, szervezésért. Köszönöm a beszélgetést. Köszönjük. Köszönjük szépen.